A Magyar Munkáspárt igazi baloldali pártként nem a milliárdosokat, hanem a munkást, a dolgozó embereket, a szegényeket, a veszteseket, a pályakezdőket, illetve a munkanélkülieket és a közmunkásokat képviseli. Ezt Türmer Gyula a párt elnöke mondta. Összesen 33 egyéni jelölt indul a választáson a párt színeiben. Vendégünk Türmer Gyula, a munkáspárt elnöke. Jó estét kívánok, elnök úr. Jó estét kívánok. Hogyan lehet a kapitalizmusban mindazokat az embereket képviselni, akiket önök képviselni akarnak? Csak hittel és következetes munkával, ezt tesszük 25 éve, és azt érzem, hogy ezen a választáson az emberek a bizalmukkal ezt visszaigazolják. Én annak örülök, hogy 25 év után kezdenek rájönni az emberek, hogy az, aki magát baloldalinak nevezi, az nem baloldali, hanem korrupt, csaló, szemétdisznó, és nem akarnak rájuk szavazni, és az igazi baloldal ténylegesen bennünk látják. A munkáspárt berkeiben hogyan állnak szemben a Simon üggyel? Mit gondolnak erről a történetről? Mi elítéljük azt, hogyha ellopják az ország pénzét, elítéljük azt, hogyha a politikai pártokat tisztességtelenül finanszírozzák, és elítéljük azt a botrány követő akciókat, ami most van. Éppen ezért mondjuk azt, hogy ott kell lenni a munkáspártnak, és a munkáspárton keresztül egy olyan népi ellenőrzésnek, ami a mi szemünkön keresztül a magyar nép nézhet rá arra, hogy mire megy az ország pénze. Elnök úr, ugye ez azért kínos ez az ügy, mert árnyékot vet az egész politikumra, és tulajdonképpen minden elemző, aki ebben az ügyben megszólalt, beszélt, azt mondja, hogy tulajdonképpen ilyen ügyletek minden párt környékén mehetnek. Hát a munkáspárt környékén egészen biztosan nincsenek. Ilyen ügyletek a hatalomban lévő pártok mellett lehetnek. A munkáspártnak azért kell a parlamentbe kerülnie, mert mi tényleg tiszták vagyunk, becsületesek, nem loptunk, nem csak, és nem is korrumpálódhattunk, hiszen nem voltunk a hatalom közelébe. Most ezt ki lehet védeni, a bűncselekmény és a korrupció nem születik az emberrel, ehhez kell az ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy a mai politikai rendszerben nincs elég hatékony ellenőrzés. Nem a választáskor kell ilyen dolgoknak kiderülni, hanem már időközben is azonban lecsapni. Ilyen lecsapások pedig nincsenek. Hát ezért kell a nép, a dolgozó nép ellenőrzése. 33 jelölt. Lesz olyan egyéni körzet, amelyet a munkáspárt megnyer? Ebben a választási rendszerben szomorúan mondom, de nem lesz. Tehát sajnos itt nem az ész, nem a szépség számít ezen a választáson, hanem az, hogy kinek van több pénze. Ez az igaz a egyéni választókerületekre. De csak az egyéni választókerületen keresztül lehet küzdeni, ezért nagyon fontos, hogy a munkáspártnak ma kétszer annyi jelöltje van az egyéni körzetekben, mint 4 éve. És ami még fontosabb, hogy van országos listánk. Tehát aki nem akar a mai világra szavazni, aki változtatni akar, az szavazhat a munkáspártra. És én azt érzem, hogy nem csak azok az emberek jönnek hozzánk, akik ebbe a úgynevezett baloldalba csalódtak. Sok emberre találkozom, most vidéken járom az ország, de azt mondja, ha nem akarod, hogy a Jobbik erősödjön, akkor szavazz a munkáspártra. A Jobbiktól csak mi tudunk szavazatokat elvenni. Elnök úr, mi az, ami a mostani baloldalban nem baloldali? Tud erre példákat mondani? Hát itt baloldalinak lenni egyszerűen azt jelenti, hogy a dolgozó ember mellett állok. Amikor a szocialisták hatalmon voltak, akkor... Szóban nem... mindig azt mondták. Persze, de amikor ott vannak a hatalom, akkor nem segítenek az embereket. Nem teremt munkát, nem könnyíti meg az életét, nem keresnek jobban az emberek. Amikor meg nincsenek hatalomban, akkor nem nincsenek olyan programjaik, amelyek életszerűek. Ennek a hatalmi konstrukciónak, a baloldalnak nevezett együttműködésnek az a hív, hogy nem ebbe a világba élnek. Tehát ő nem tudja, hogy milyen érzés éhesnek lenni. És jó lakott ember tényleg nem tudja a programot megfogalmazni azoknak, aki éhesek. Mi éhesek vagyunk. A munkáspárt választója azok éhes, szegény, elesett emberek, és mi meg tudjuk az ő igényeiket fogalmazni. Nyilván hallottam már azt, hogy a jelenlegi jobb középkormánypártok, azok baloldali politikát folytatnak. Ezt például aláírja? Ezt nem írom alá, azt írom alá, hogy nagyon sok jó dolgot vetett fel az elmúlt 4 évben a kormány. Mondok valamit. Ugye azt mondja a miniszterelnök tegnap előtt, hogy teljes foglalkoztatás lesz. Nem lesz teljes foglalkoztatottság. Azért nem lesz, mert kapitalizmus van. A tőkét nem a kormány parancsolja és irányítja, a tőke a saját igényei alapján. Hát miért 3000 embert alkalmaz, és miért nem többet? Ma például jártam Székesfehérváron, elmondták az emberek, hogy ott a multi, de én, mint dolgozó, nem a multival álló kapcsolatban, hanem mindenféle munkaközvetítővel. A munkaközvetítő pedig átver, dolgoztat mondjuk 6 hónapot, aztán utána kirúg. Tehát
nem lesz teljes foglalkoztatottság, ezért nem is lehet ezt baloldali programnak nevezni. Mi más mondunk, hogy a mi gyerekeinek kell a munka, meg a mi gyerekeinek kell a lakás. Tehát ezért mi vagyunk a garancia arra, hogyha ott vagyunk, akkor beszélni fogunk róla, követelni fogjuk, javaslataink lesznek, és ki fogjuk küzdeni, hogy ebbe az országban tényleg munkahelyeket teremtsenek, biztos munkahelyeket. Mennyire tartja megfelelőt? Milyen tapasztalataik vannak, inkább így kérdezem, a munkáspárt aktivistáinak és jelöltjeinek a választási rendszerről, az új választási rendszerről, amit most fog vizsgázni végül is? Nézze, látszik, hogy vannak ellentmondások. Ugye nagyon sok párt úgy gyűjtött össze ajánlásokat, hogy előtte nem is létezett. Én azt gondolom, hogy ezt a következő időszakban ki kell szűrni. Tehát most bedobok 20 milliót, hogy nyerjek majd 200-at, ez nem lehet demokrácia része. Ugyanakkor a leglényegesebb dolgok azért megmaradtak. Hát 5% kell a parlamenti bejutáshoz. Ez egy olyan mesterséges korlát, ami akadályozza, hogy a társadalom nagyon sok rétege bekerüljen. Akadályoz bennünket is, de reméljük, hogy le fogjuk küzdeni ezt az akadályt. Türmer Gyula, a munkáspárt elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt már az Este legközelebb, hétfőn várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!